Ismét külföldön dolgozik a korábbi magyar női röplabda szövetségi kapitány. Holosi László tavaly átmenetileg működött itthon, viszont a korábbi finnországi kaland után ezúttal délnek vette az irányt, és egy ciprusi női élcsapat kispadjára ült le. A Larnaka feladatról kérdezzük őt. Már is kapcsoljuk, itt van. Szia, Laci, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, szervusztok! Na most nem sokat állomásoztál itthon, ugye egy éve még győzelemmel tértél vissza az MTK vezetőedzőjeként a magyar NB1-be, ugye ma már megint külföldön vagy. Miért csak ennyi volt ebbe a kék-fehér hazai kalandban? Így van, amikor én hazatértem, akkor elsődlegesen családi okok miatt tértem haza, hiszen a nagyszüleim betegeskedtek, és úgy éreztem, hogy mindenképp haza kell térnem, hogy támogassam a családomat. Amikor a MTK-val tárgyaltam, illetve Nyári Virággal, akkor is mondtam, hogy amint lehetőségem lesz külföldi ajánlat esetén, én szeretnék visszatérni, hiszen természetesen nem lebecsülve a magyar bajnokságot, mert úgy gondolom, hogy lépésről lépésről halad, de számomra jelenleg nagyobb kihívás, hogyha külföldön tudok dolgozni. Mindezek fényében milyennek értékeltél az itthon töltött egy évet? Az MTK-val ötödikek lettetek a bajnokságba, azóta ők külföldi olasz szakembert szerződtettek, te pedig ismét tovább repültél. De milyen volt az év itthon? Én minden évre úgy tekintek, meg minden szezonra úgy tekintek, hogy az ember tapasztalatokat tud gyűjteni. Nagyon sok tapasztalattal lettem gazdagabb, hiszen gyakorlatilag egy 9. helyen végzett csapatot kellett átvenni és újra kellett felépíteni. Ebbe az MTK, illetve Nyári Virág partnerem volt. Én úgy érzem, hogy egy komoly kis munkát sikerült véghez vinnünk, és talán remélem, hogy erre építkezve is tudnak most további szép sikereket elérni. Most, hogy már megint elmentél dolgozni, és távolabbra rátekintve a magyar röplabdára, mi változott leginkább Magyarországon az elmúlt években a női szakákban? Voltál szövetségkapitány is, és ugye azóta megvolt az EB áttörés a belga Jan de Brandt vezetésével. Miben ragadnád meg a javulást, vagy a fejlődést, vagy a változást a sportág magyarországi helyzetét illetően? Azért ketté kéne bontani ezt a témát, és ez nem biztos, hogy 10 percbe beleférne. Valóban valami kis fejlődés elindult a magyar röplabdába. Komolyabban boncolgatva a témát, nem biztos, hogy én szeretnék lenni a következő Szalai Ádám, aki megmondja a igazi dolgokat. Egy tény. Óriási dicséret elsődlegesen a lányok felé, hogy megcselekedték, amit a haza megkövetel. Én úgy gondolom, hogy nem szabad azért most úgynevezett rózsaszín felhőbe burkolózni. A magyar röplabdának szembe kell fordulnia a problémáival. Vannak problémák, amiket orvosolni kell. Elsődlegesen hogy kell menedzselni egy ilyen szintű válogatottat, illetve hát amit már én évek óta mondtam, de ez most nem az én feladatom, hogy meg kell reformálni mindenképp a magyar röplabda utánpótlás bázisát, mert ezek a játékosok egy idő után ki fognak öregedni. Jelenleg én nem látom azt a hátteret, ami biztosítaná, hogy mi folyamatosan ott tudjunk lenni európai vonalában. Hát akkor a Szalai Ádám párhuzam abban is áll, hogy van egy válogatott, amelyik a kirakatban mutat egy eredményt, csak te is azt mondod, hogy mögötte, hát nem, hogy mondjam, nem sok minden van, vagy sok minden probléma van, igaz? Igen, tehát azt azért látni kell, hogy a szövetség nagyon sok lépést megtesz. Tehát nem akarnám azt mondani, hogy nem törekednek a jóra, és nem törekednek arra, hogy felépítsenek valamit. De úgy gondolom, hogy komolyabb szemléletváltásra lenne szükség. Tehát sokkal profiban kell hozzáni, akár egy válogatott menedzseléséhez, akár egy szövetség menedzseléséhez. Látok erre lépéseket, de úgy gondolom, hogy lehetne eklatáns példákat hozni, tehát akár Törökországban hogy építették fel a röplabdát, hogy amikor az állami pénzek befolytak, akkor először az utánpótlást kezdték el felépíteni, nem úgymond rögtön a fönti csapatot, így hosszú távon lehet építkezni. És ami egy
úgymond egy előnyünk lehetne, hogy ugye Jan de Brandt személyében a belga röplabdából érkezett egy szakember. Ismerjük a belga röplabdának a történelmét. Ők is alulról építkezve értek el olyan sikereket, hogy most már gyakorlatilag kirobbanthatatlanok európai élvonalából. Én úgy gondolom, ha van egy ilyen szakember, akkor inkább abba kéne kikérnünk a véleményét, hogy hogy lehetne ezt a rendszert fölépíteni. Nem kellene túl sok, elsődlegesen egy elhatározás kéne, és utána én úgy gondolom, hogy vannak olyan tehetséges játékosaink, akikkel hosszú távon igenis lehetne foglalkozni, de jelenleg vannak utánpótlás válogatottjaink, de ez nem tehetséggondozás. Na most térjünk rá erre a ciprusi feladatra, hiszen te régóta vallod, hogy fejlődni kell, külföldön kell tanulni, vagyis egy röplabda edzőse a saját hazájában legyen, vagy lesz először proféta. A váltás minden esetre éles. Finnország után most Ciprus. Melyik a jobb közeg? Ha az időjárás nézzük, akkor nyilván Ciprus sokkal kellemesen, nem fájdítva az otthoniak szívét, de még itt jelenleg is 20 fok van, tehát például tegnap is kisfiammal, illetve a kis családommal félmeztelenül sétáltunk a tengerparton, mert szabad napunk volt. De tény, hogy azért a váltás eléggé nagy volt. Kultúrában, mentalitásban is azért sokkal másabb. Visszakapcsolva arra, amit te is mondtál, tehát én úgy gondolom, hogy egy edzőnek folyamatosan kell fejlesztenie magát. Tehát ha nem követi, ami a röplabdában, hát nem a röplabdában zajlik, hanem ami a nagyvilágban, akkor egy idő után megáll a fejlődése, és nem tud munkát találni, illetve nem olyan megfelelő munkát tud elvégezni, ami a mai világ igénye. Ugye erről volt TFN egy előadást, amiben én beleolvasgattam, éppen Mocsai Lajos beszélt róla. Nagyon érdekes volt, hogy technikai háttérben hogy vagyunk lemaradva. Ez is egy hosszabb téma lenne. A lényeg itt Cipruson, ez egy feltörekvő röplabdás kis társadalom. Azt látni kell, hogy most nagyon komoly pénzeket tettek bele. Elsődlegesen az első 4 csapat nagyon komoly fejlődésen ment keresztül. Nagyon jó játékosok érkeztek, tehát a Bundesligából érkeztek. Például nekem is van egy kazak válogatott 196 centis. Mondhatom így, hiába nőkről beszélünk, egy óriás, aki világbajnokságon játszott, olimpiákon játszott. Úgyhogy nagyon komolyan gondolkoznak abban, hogy felépítenek egy röplabdát, egy komoly röplabdát. Ehhez természetesen idő kell, hiszen a ciprusi játékosokat is föl kell építeni ehhez a rendszerhez. De azt kell, hogy mondjam, hogy vannak jó ciprusi játékosok, tehát meglepő, hogy az ember úgy gondolná, hogy csak Nyugat-Európában létezik a röplabda, itt is azért tudnak röplabdázni. Laci, most ahogy mondtad, az első 4-nél komoly investíciók voltak. A 8 csapatos első osztályban csapatoddal, az AEK Larnakával jelen pillanatban a 4. helyen álltok, tehát ehhez az első feléhez tartoztok. Ha a te csapatodat most átemelnénk, hogy lássuk az erőviszonyokat a magyar bajnokságban, akkor ott hogy szerepelne? Így van, most jelenleg 4. helyen állunk. Sajnos amennyire jól indult a bajnokság, az utóbbi időben belecsúsztunk pont a riválisokkal szembe vereségekbe. A nüanszokon múlott, 3-2-re kaptunk ki. Mindegy, dolgozni kell tovább. Ha át akarnám emelni, nehéz. De én úgy gondolom, hogy mindenképp az első 4 helyezett csapat éremért tudnak küzdeni. Nem gondolnám, hogy mondjuk feltétlenül a Békés Csabával, mert a Békés Csabán egy nagyon komoly munkát és nagyon professzionális munkát végeznek, bár hozzátéve, hogy azért meg tudná szorongatni, még akár a Békés Csabát is, de úgy gondolom, hogy éremért az első 4 csapatnak mindenképp esélye lenne ott. Neked mi a célkitűzésed, és milyen feladatot kaptál a klub vezetéstől az első évre? Kell érmet, netán aranyérmet nyerned? Igen, szóval itt egy kicsit ilyen mediterrán hangulat uralkodik. Tehát itt az elsődleges cél mindenképp az, hogy bajnokságot, illetve kupát kéne nyerni. Nem biztos, hogy reális a cél. Én azért beszélgettem a vezetőinkkel, hiszen egy teljesen új feladót kell beépíteni a csapatba,
aki ismeri a röplabdát, az tudja, hogy nem egy egyszerű dolog. Tehát hiába vannak nekem klasszis ütőim, klasszis támadóim, a feladó játékosom egy 20 éves fiatal hölgyemény, aki még tanulja a szakmát. Tény, hogy most már tudunk gyors játékokat játszani, tehát nem második tempójú támadásokat építünk, hanem ha van lehetőségünk, akkor gyorsítjuk széleken a játékokat, illetve centerbe is próbálunk megfelelő tempót játszani, de még a teljesítménye hullámzó. Én remélem, hogy a vezetők ezt látják és ezt megértik. Benne van természetesen az, hogy bajnokságot nyerjünk, hiszen a hátrányunk az 3-4 pont, úgyhogy még a fordulók folyamán ez bőven le lehet dolgozni. Az tény, hogy még rengeteget kell dolgoznunk, mert hullámzó a teljesítményünk. De hát ezért vagyok itt, ezért hoztak ide. Ha egy külföldi edzőt idehoznak, nyilván vannak bizonyos elvárások, amiknek meg kell felelni. Hát igen, mint mondtad, akkor ez a fő feladatod, mert ugye a röplabdában is a postán a feladónak döntő szerepe van. Meddig Cipruson, azt mondd meg végül? Nyilván egy lépcsőfokként gondolok Ciprusra. Ha privát életre gondolnék, akkor életem végéig ellennék itt Cipruson, hiszen ez egy csodálatos kis sziget. Én nagyon szeretek itt lenni, de az ember, ha sportszakmailag tekint előre, akkor mindenképp szeretnék majd tovább lépni. Nem biztos, hogy egy év után, tehát ha én valami munkát elkezdek és látom az értelmét, akkor több évig is el tudok lenni egy helyen, de tény, hogy azért majd egy magasabb nyugat-európai bajnokság hívogat és csábít, remélem egyszer megadja a sors számomra ezt a lehetőséget. Laci, sok győzelmet kívánunk neked, és utána sok elégedett, félmeztelen családi sétát a tengerparton. Köszönöm szépen, hogy velünk voltál. Szia! Köszönöm szépen, viszontlátásra, szervusztok!